A beregszászi Szent Anna Caritas a háború kezdete óta támogatja a Kárpátaljára érkező menekülteket. A karitatív szervezetnek több a háború előtt elindított programja működik, amelyek révén lehetősége van a helyi rászorulókat is támogatni. Szerdánként a reggeli szentmisét követően ruhát osztanak a hátrányos helyzetűeknek. Minden szerdán van egy ilyen ruhaosztó akciónk, vagy hát turkálónak is nevezhetjük, mert hogy nagyon sok ruhaadomány érkezett az idén külföldről, illetve az itthoni emberek is nagyon sok mindent felszoktak ajánlani, és akkor szerdánként szentmise után mindig ilyen 8:30 környékén szokott ilyen ruhaosztás lenni nálunk kint az udvaron, a Pásztor Ferenc ház udvarán. Hát bárkit szeretettel várunk, nem csak az egyházközség tagjait, hanem menekülteket, áttelepülteket, mindenkit, aki a környéken esetleg fázik, vagy valamilyen erősítésre van szüksége, ruhára, pokrócra, paplanra, ilyen dolgokat szoktunk kirakni szerdánként, és akkor erre van lehetőség. A beregszászi Caritas naponta 60 rászorulónak biztosít meleg ebédet, ezért jól jön az önkéntesek és a segíteni vágyók segítsége. A Caritas ingyen konyháján a mai nap ilyen 60 ebéd készül el heti 3 alkalommal. A régebbi szegények, akik nálunk kaptak ebédet, azok ugyanúgy még megvannak a listákon, és vannak új emberkék is, akik hozzánk fordultak segítségért, és ők is kapnak ebédeket. Van olyan ember, aki itt helyben fogyasztja el az udvaron, mert hogy nincs sajnos otthona, és nem tud hova hazamenni. Vannak olyanok, akiknek az önkénteseink hazaszállítsák az ebédet, mert hogy rokkantok meg mozgáskorlátozottak, és vannak többen olyanok, akik személyesen eljönnek délben az ebédért, és akkor hazaviszik maguknak, és finom, forró ebédet tudnak elfogyasztani otthon. Van-e még lehetőség, hogy mások is jelentkezzenek ezen a 60 főn kívül? Úgy érzem, hogy igyekszünk minél több embernek biztosítani meleg ebédet, és hogyha van rá ilyen szükség, akkor meg lehet keresni a Szent Anna Caritast és kérelmezni az ebédet. A beregszászi Szent Anna Caritas december 17-ére jótékonysági karácsonyi vásárt szervez, amelyre már készülnek a kézműves termékek. A háttérben látható, hogy a kézműves asszonykák itt próbálnak, készülődnek az adventi vásárra, mivel hogy december 16-17-én itt az egyházközség területén lesz egy kisebbszerű adventi vásár, amire finom itthoni portékákat készítünk, most is a levestésztát, meg a csipkedli tésztát készítik elő. Ezen kívül még sok minden mással várjuk az érdeklődőket nagy szeretettel az adventi vásárunkra. A beregszászi Szent Anna Caritas szeretettel várja a karácsonyi jótékonysági vásárra, valamint egyéb programjaira az érdeklődőket.